Amikor az azeri csapatok visszafoglalták a hegyi karabahi Fizulit, csak egy volt kulturális központ omladozó homlokzatára tudták kitűzni a zászlójukat. Az egykor sűrűn lakott és virágzó Fizuli része azoknak a területeknek hegyi Karabahban, amelyeket az örményerők tartottak eddig ellenőrzésük alatt, mondja tudósítónk. A várost 27 éve kifosztották és lerombolták. Tudósítónknak a hadsereg csak azt tette lehetővé, hogy a főutakon mozogjon. Letérni róluk ugyanis veszélyes. Még mindig taposó aknák vannak mindenfelé. Egy egykor itt élő asszony megtalálta volt otthonát, de közel menni nem tudott. Amikor elhagytuk ezt a házat, csak nem 30 éven, nem így nézett ki, mondja. Semmit nem vittünk el, mindent itt hagytunk. Bezártuk a házat, azt hittük, még visszatérünk. Hiszem, hogy Isten segítségével egyszer visszajönnek majd, lefilmezik az új házamat, és látni fogják a különbséget. A civil lakosság a konfliktus mindkét oldalán magas árat fizet. A legutóbbi fellángolás újból teremtett győzteseket és veszteseket. Mielőtt elfoglalták, Fizuliban 100 000-en éltek. Virágzó város volt, de a földeltették egyenlővé, mondja az azeri elnök tanácsadója. Azerbajdzsán az örménypusztítás után építkezni fog, életet hozni Fizuliba, ami újból virágzó azeri város lesz. Több tízezer korábban itt élő azeri menekült szeretne visszatérni Fizuliba és újjáépíteni azt.